Sziasztok, vágjuk is bele akkor ebbe a sellős, minkben nincs az arcomban semmi, csak a szemöldökön van elkészítve, és egy pici szempillaspirál van rajta. Illetve megmutatom nektek a szettemet, ami full Halloween-os, a pulcsi, illetve a mackó is, amit rajtam láttok a Light in the Box nevű webáruháztól érkezett hozzám, ugyanúgy, ahogy a háttérben a párnák is. Alul az infoboxban mindent meg fogtok találni, és a 15% kedvezményre jogosító kuponkódot is, ha érdekel titeket. Elsőnek beraktam a kontaktlencsét a szemembe, mert elég béna vagyok ebben, úgyhogy gondoltam, kezdjük ezzel, mert általában könnyezni szokott tőle a szemem. És akkor jön az alapozó, korrektor, majd ezeknek a fixálása, az szokásos alaplépések, amit minden egyes sminkeléskor meg szoktam tenni, ebben még itt semmi trükk nincsen. Következik ez a Miss Rose ilyen lilás alaptónusú paletta, amiből több szint összemixáltam igazából egy kisebb ecsettel, és ezt használtam a kontúrozáshoz, az arccsontom kiemelésére, illetve a homlokom köré is. És akkor most jön a legviccesebb szerkezet az egész videóban, ez az általam készített net maszk tulajdonképpen, ami úgy készült, hogy egy netzoknit ketté vágtam, és kötöttem rá ilyen madzagokat, hogy fel tudjam tenni az arcomra, mint egy maszkot, mert hogy ez fogja megadni azt a textúrát, ami a sellő pikkelyeket fogja imitálni tulajdonképpen, és akkor ez lesz az első szín, amit a pikkelyek elkészítéséhez használni fogok. Egy ecsetet befújtam sminkfixáló sprével, mert ez egy ilyen metálfényű, picit darabosabb szemhéjfesték, ilyen zöldes-lilás alaptónusú, és elkezdem ezzel a kicsit nagyobb ecsettel felvinni tulajdonképpen ide a lyukacskákba, de látni fogjátok, hogy hogy csinálom, és utána haladok az egyre világosabb színek felé, a Makeup Geek Phantom nevű színe, illetve egy csillámos lilás essence pigment lesz, amiket felviszek a homlokom köré, illetve a halántékomra, és az arccsontomra is vittem fel mindhárom színből, úgymond rétegezve a sötétebbtől haladva a világosabb felé. Nyilván lehet ettől többet is felvinni az arcunkra, kevesebbet is, én nem akartam túlzásba se vinni, de mindenképpen ezt a pikkely effektet szerettem volna, hogy érvényesüljön az arc főbb pontjai. Ezután elkészítem a szemsminkemet, az első lépése a szokásos szemhéj alapozó, majd pedig a Makeup Geeknek ez a csodaszív Secret Garden nevű színe lesz az első, amit használni fogok, mégpedig a külső V-vonalba és a mélyítő vonalba is. Ez pedig a Phantom, amit az arcomon is használtam a pikkelyek készítéséhez, csak az ujjammal vittem fel a mozgó szemhéjam egészére. Majd pedig jön ez az Essence Pigment, amit szintén használtam az arcomon, ugyanazzal az ecsettel, amivel az arcomra felvittem, egy picit felütögettem belőle. Ide a szemöldökcsontomra is, és a mozgó szemhéjamra is, ez egy nagyon apró mikrocsillámokat tartalmazó pigment, aztán pedig természetesen jön egy kis satírozás, itt nincs semmi extra termék az ecseten. Ezzel a türkészkék pupa szemteluzával körberajzoltam a szemem egészét, a vízvonalamat is, illetve felül egy picit cicás vonalat is húztam vele. A ceruza másik végén lévő szivacsal pedig eldolgoztam. Ezután az Essence Pigmentből és a Phantom nevű szemhéjfestékből is felvittem egy picikét alulra, hogy finomítsam ezt az élénk türkiszkék színt.
Végül visszatértem egy picikét az arcpuderemhez, és az összes lehulló maradékot eltávolítottam vele. Itt már sikerült összemaszatolnom az orromat a szempillaspirállal, ez a Miss Sporty Studio lesz egyébként, illetve következett utána ez a csodaszép látványos műszempilla. A Lovely K-Lips Sweetie nevű száj kontúr ceruzájával körbe rajzoltam a szám egészét. Majd pedig a Miss Sportynak ez a nagyon rágó gumis tutti frutti rózsaszín színű rúzsát vittem fel a számra, mert úgy gondoltam, hogy ez tök jól passzol ehhez a sminkhez. És akkor még egy érdekes dolog, amit használok, ezt a Pepco-ban vettem, ez egyébként egy csillámos ragasztó, amit véletlen láttam meg, de nekem pont kapóra jött, hiszen nem kellett így egyesével beragasztóznom a csillámokat, amit felviszek az arcomra. Színben pont jó passzolt a sminkemhez, annyi, hogy egy kicsit macerás volt ide mindig kikenni a készfejemre, kiválogatni belőle csak a csillámokat, és úgy felvinni ide a pikkelyek tetejébe tulajdonképpen, hogy egy kis extra chili-villit adjak a sminkemnek. De nagyon jól működött, és 300 forintba került. És végül a varázslat utolsó része a paróka, ami nekem szinte elmaradhatatlan, hogyha Halloween kosztümről, sminkről van szó. Szintén a Light in the Box webáruházból rendeltem, alul az infoboxban ezt is meg fogjátok találni. Tök jó minőségű paróka, alul össze lehet kapcsolni, amivel fixálni lehet. Én így összefontam a hajamat, illetve letűztem, hogy minél kisebb helyet foglaljon el. Én alulról szoktam felvenni a parókát, úgy igazítom be és kapcsolom be hátul. Aztán lehet még egy kicsit fésülgetni is, hogyha akarjuk, de nekem nagyon tetszett így picit borzosan. Az utolsó lépés pedig egy kis szájfény, hogy még extra csillogást adjak a sminkemnek, és ezzel el is készültünk. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!